Ahogy napról napra közeledik a karácsony, és egyre inkább az ünnepi teendők körül jár az eszünk, kinek mit vegyünk, vagy mikor takarítsuk ki a lakást, mi legyen az ünnepi menetrend, úgy könnyen elveszhetünk ezekben a feladatokban, és igen nehezen tudjuk átélni, hogy mit jelent az áldott és békés karácsony, miközben próbálunk felszállni a 4-es-6-os villamosra. Ezért a karácsonyi hajtás közepette különösen érezhetjük, hogy kicsit szétcsúsznak a dolgaink, és nehezen tudjuk összefogni őket. Jézus azt mondta magáról, hogy ő az a kő, amit az építők megvetettek, az a kő a szegletkővé lett. Abban az időben, amikor Jézus élt, amikor egy házat építettek, azokat a köveket, amelyek túl nagyok voltak, azokat félredobálták, és kisebbeket használtak, és azokból építették fel a falakat. Amikor elkészültek a falak, ezeket a nagy köveket a sarkokra helyezték, és ezek a kövek voltak azok, amelyek végül összetartották a házat. Így az ellenállt az időjárás viszontagságainak. Ezért úgy, ahogy a házat a sarokkő, úgy a mi életünket is a sarokkő Jézus tartja össze. Ahogyan mindnyájan egyszer megvetettük ezt a követ és félredobtuk, úgy Isten kegyelméből Jézus az életünk sarokköve. Ezért szeretnénk most ebben a sűrű ünnepi készülés közepette megállni, és arra emlékezni, hogy Isten végtelen szeretetéből és kegyelméből állhatunk itt megváltva Jézussal, aki össze tudja tartani az életünket. Mindegy, mekkora viharon megyünk keresztül az életben, vagy mennyi mindent kell még tennünk a karácsonyi készülődés közepette, ha az életünket Jézus köré építjük, akkor nincs miért aggódnunk. Egyedül az ő személy által tudjuk megérteni a karácsony igazi lényegét, és arra bátorítalak, hogy emlékezzünk itt az ünnepi időszakban azokra a helyzetekre, amikor Jézus tartotta meg az életünket. És merítsünk ebből, és gondolkodjunk el azon, hogy hol tudja még Jézus megerősíteni az életünket.